a kórházba, a betegeknél, a elhanyagolt középkorú, vagy majdnem, hogy fiatal embereknél azt látjuk, hogy elképesztő laborértékekkel, testsúlya, magas vérnyomása jelentkeznek. Az egészségügy számos helyen és formában tesz prevenciós lépéseket a magas vérnyomás visszaszorítására. Eközben egyre több még mindig a dohányzó, rosszul étkező, mozgásszegény életmódot folytató fiatal. A tapasztalat az, hogy a betegségek megjelenéséig nem foglalkoznak a megelőzés fontosságával. Akkor meg már késő, mondta Bencut Béla. Évi 10 millió ember hal meg globálisan a világban, közvetlenül a hipertónia következtében, olyan betegségben, amit a hipertónia vált ki, és ez azt is jelenti, hogy ez mind megelőzhető haláleset lenne, mert ha figyelünk arra, hogy ne váljunk hipertóniássá, hiszen egy életmódbetegségről beszélünk. Vagy ha már azok vagyunk, akkor ismerjük fel minél hamarabb, mérjük meg a vérnyomásunkat. Ez senkit nem fog elkerülni, senkit nem kímél, nem lehet azt mondani borítékon, hogy nekem biztos nem magas a vérnyomásom, mert nincs panaszom. Emiatt néma gyilkos. Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy 2025-re 1,5 milliárd embernek lesz a földgolyón magas a vérnyomása, vagy küzdködik majd valamelyik szövődményével. A Balassai János Kórházban most megelőző kampány veszi kezdetét. Már most történt 300 ezer vérnyomásmérés országosan. Bencus doktor azt mondja, hiába minden erőfeszítés, ha a betegek nem változtatnak életstílusokon. Ha mozognának és abba hagynák a dohányzást és az alkoholfogyasztást kulturált mértékét betartanák, drasztikusan lehetne csökkenteni a betegségek kialakulását, és visszafordíthatóak lennének a már megindult negatív folyamatok is.